Sziasztok, én Szénégető Richárd vagyok, és köszöntök titeket a csatornámon. Ahogy a legutóbb ígértem nektek, hogy mikor beszéltünk egy kicsit UNESCO-ről, hogy el fogunk kezdeni egy kicsit beszélgetni a Harry Houdini sorozatról, és úgy döntöttem, hogy két felé szedem nektek, és 2x6 kötetben beszélek róla egy picit. Úgyhogy ez valószínűleg egy jóval hosszabb videó lesz, de aztán majd meglátjuk, hogy mennyi lesz az, amit tudunk róla dumálni. Bár azért ez 6 elég vaskos kötet, úgyhogy ugorjunk neki. Mindenek előtt el fogom mondani, hogy én hogy találkoztam a sorozattal, meg hogy sodort elém az élet ezt az egészet, aztán pedig utána kicsit beszélek majd minden kötetről, de tényleg csak kicsit, mert minden kötetről lehetne külön videó, de felesleges. Ami fontos, előfordulhat, hogy néha spoileres leszek, olyankor azt fogom csinálni, hogy feltartom a könyvet, és így integetek majd, hogy spoiler van, basszátok meg, már csak azért is, hogy ne tudja utána valaki azt mondani kommentben, hogy hát de nem szóltam, hogy spoiler következik, de megígérem, hogy a lehető legkevesebb ilyen lesz, mert azt szeretném, hogy ti magatok fedeznétek fel és élnétek át ezt az egészet. Na most, Harry Houdini sorozat. Ugye a Nesbø könyve kapcsán, meg úgy maga Nesbø kapcsán csináltam azt a picit hosszabb videót, ahol elmondtam ugye, hogy kicsoda UNESCO, meg hogy én mit gondolok róla és társai. Na most az van, hogy elég sokáig kerültem a könyveit, azt abban a videóban nem mondtam el, mert ide tartogattam, mert kicsit zavart a hype. Én egy ilyen hülye gyerek vagyok, hogyha valamit nagyon hype-olnak, akkor igyekszem így távol tartani magamat, mert mindenkinek tetszik, akkor én leszarom. Hülyeség, meg tudom, hogy ez baromság, de sajnos ez néha bennem van, nem tudok vele mit kezdeni, vagy hát próbálok vele mit kezdeni, néha megy, néha nem. A Harry Houdini sorozat kapcsán volt pár kötet, amit olvastam, meg volt pár kötet, amivel találkoztam, meg nyilván a Hóemberrel én is hallottam, meg tudtam, hogy film készült belőle, meg ilyenek. De amiket olvastam futólag, azok valahogy nem tudtak annyira meggyőzni akkor, hogy én nekem ez felülírja a hype-ot. Aztán jött a Fejvadászok film, megnéztem, jött a Fejvadászok könyv, elolvastam, hogy kezdett érdekelni a dolog. Majd aztán az előbbi videóban említett Szabó Gábor kapcsán egyre többször került elő, és egyre inkább rájöttem, hogy jó, nekem ezeket el kell olvasnom, mert olyan dolgokat mond a Gábor ennek kapcsán, meg a sorozat kapcsán, hogy engem elkezdett ez nagyon érdekelni. De még mindig nem jött meg az elhatározás, hogy nekiálljak el olvasni. Aztán egyszer csak egy kedves ismerősöm, aki használt könyveket árulta a addigi összes Harry Houdint, a 9. kötetig, leszámítva a Hóembert, mert azt valaki elvitte külön. Tudtam vele, hogy ez van, mindegy, ott volt helyette a vér a havon. Mondom, jó, akkor figyelj, add ide, mondott el egy nagyon baráti árat, megvettem, hazahoztam, felraktam oda a polc tetejére, vagy inkább a feleségem felraktad a polc tetejére, hogy ne kelljen kerülgetni. Aztán ott volt szerintem vagy 2 évig. És talán, amikor jött a pandémia, akkor azt mondom, hogy na jó, itt az ideje, nekiállok, nekiülök, és elolvasom az egész sorozatot, ha tetszik, ha nem tetszik. Hirtelen jött a tavasz, április elején, baromi meleg volt, nekem most kell valami hideg, skandinávon be, könyörtelenül, mindenkit megölnek, és a hűvös jön. Aztán elkezdtem olvasni a Denevérembert, ami hol játszódik? Ausztráliában. Na, ott kurva hideg van, mint tudjuk. Spoiler, nincs. Az első pillanatok fogva mind az összes szereplő tökén is folyik az izzadság, mert ugye hát Ausztráliában milyen idő legyen, ha nem kurva meleg. Az lett a vége, hogy elkezdtem azért olvasni, mert hogy úgy érdekelt, sokat olvastam, hogy az egész sorozat nagyon jól reflektál különböző társadalmi problémákra. Alkoholizmus, családon belül erőszak, abúzus, stb. Ugye ezek elég gyakran előkerülnek a kötetekben. Meg hogy mindenki mondta, hogy figyelj, annyira megfigyelhető a lépésről lépésre, fejlődés kötetről kötetre egyre jobbá válás, hogy engem ez nagyon érdekelni kezdett. És hogy amikor elkezdtem olvasni a Denevérembert, ami azért túlzás nélkül az első nagyobb ügy, ugye a nagyon meleg Ausztráliában, ahogy mondtam, és ami nagyon fontos, ez az első sorozatgyilkosos ügye. Ugye azért megy oda, mert a lány, akit megölnek Ausztráliában, az norvég, és oda küldik rutin munka, papírügyintézés, stb. Itt ismerjük meg Harry Houdint, aki egy tök valószerűtlen figura. Rocker, Martens bakancsba jár, nyilván leszarja a szabályokat, nyilván alkoholista,
Bár nem teljesen egyértelmű, hogy mi ennek az oka. Itt még ugye sok minden nem tudunk róla, itt még nincs is annyira szétcsúszva, de nyilván nem olyan, mint akit skatujából húztak ki. Egy nagyon érdekes, valószerűtlenül csúnya arcú ember. Legalábbis a leírás alapján én annak képzeltem el. És ugye elkezded olvasni a denevér embert, ami kicsit döcög néhol, de nagyon jó a karakter, meg úgy jó az egész, jó a feelingje, megnyerő, magával ragadó, de valahogy azért úgy érzed, hogy döc. Sokan ezért is szokták mondani, hogy hát elolvastam a denevér embert, szarok én rá, elolvastam első kettőt, és nem volt az igazi, hogy a csótányoknak sok ilyen probléma van még, de azt majd akkor. Tehát sokak szerint baromi kiszámítható is a kötet, de én csak nagyon soká fejtettem meg, majdnem a vége előtt, amikor már egyébként kezd full egyértelművé válni, hogy ki a gyilkos. Valószínűleg én nem voltam elég okos hozzá, pedig általában jól szoktak menni ezek a krimi fejtegetések. És azt mondtam itt a denevér embernél, hogy fú, hát ez egy gyenge rész volt, vagy ez gyenge. Hát jó, oké, ha ez gyenge volt, akkor én nagyon elégedett vagyok, és akkor jöhet a másik kötet, a csótányok, ami, mondom, már itt már biztos jön a hideg, norvég ősztél, minden, és akkor majd megyünk a norvég havasokra. Na most a második kötet pedig hol játszódik? Tájföldön. Spoiler, ott sincs hideg. Na most elég érdekes az, hogy itt már azért kezd kijönni Harry Hulli ellentmondásossága. A sztori pedig hát egy leszúrt norvég nagykövet, aki elmegy egy prostihoz, ott megtalálják, probléma van, hát nagyon furcsa, és elég erősben a politikai szál, akár akkori aktuál politikára is saját módján reflektálva. Így nem igazán értettem először, hogy mi akar lenni, de van egy fontos dolog, és itt most először jön egy komolyabb spoiler, úgyhogy még egyszer spoiler, fogd be a füled, amíg lingatom az ujjamat. Van benne egy pedofil hálózat, ami kapcsán ugye Harry Hulli nyomoz. És ez a pedofil szál, ez engem nagyon érzékenyen érintett, ugye aki ismeri a videóimat, írásaimat, az tudja, hogy miért, és ott egy kicsit úgy elkezdett meggyötörni lelkileg. És úgy láttam, hogy vagy érezhetően Harry figuráját is meggyötri, és valahogy én itt sem éreztem azt, hogy a sztori kiszámította lenne, de ez a pedofil vonal, ez nagyon, nagyon keményen jelen van benne. Spoiler vége. És ugye itt hogy mondjam, máshogy pörögnek a dolgok, más a környezet, úgy tájföldi maffia, ez az, itt már vannak tipikus Harry Hullis dolgok, érezhetően kezd belejönni az egészbe, már jobban, otthonosan mozog, jobban ír, de még mindig nem az igazi. És én meg szoktam érteni, amikor valaki mondja, hogy neki is tetszett, annyira feladta. Igen ám, viszont ugye a csótányok után jött a minden idők legjobb norvég könyvének tartott Vörösbegy, ahol például pont azt mondta nekem múltkor egy nagyon kedves barátom, hogy szerint ez a könyv szar. Én meg azt mondom, hogy sztorira talán ez a legjobb a sorozat első felében. Viszont nem ez a legjobb kötet, de a sztorira talán ez a legjobb. A Vörösbegy az eleve két idősíkon játszódik, remekül van felépítve az egész sztori, és nagyon jó ez, hogy ugrálunk a múlt és a jelen között, és igazából fogalmunk sincs, hogy hol fog ez összeérni, miért és mikor és hogyan fog találkozni, de valahogy van benne egy olyan ilyen érdekes érzet, mint amikor a filmbe tudod, hogy na, akkor mindjárt jön egy visszaemlékezés, és vajon mi lesz ott. Ez itt a Vörösbegyben szinte végig megvan. Furcsán kezdődik, itt azért már Harry kezd elég rendesen szétcsúszni. Valahogy érezhetően fejlődött, mint író, nagyon. Érezhetően fejlődött a történetvezetése, a sztori vonala. Most sem kiszámítható, ráadásul itt kezdődik el egy nagyon-nagyon fontos szál, a Tom Waller szál, ami ugye ez egy kicsit lehet, hogy spoileres, de nagyon fontos lesz később. Itt van először az, hogy úgy búcsúzunk el főszereplőtől, aki egyébként nagyon-nagyon szerethető karakter, hogy hát most igen, megsirattam, kimondom, kerek perec, hogy azt mondom, hogy aj, nem áll, érted, fú, és tök rossz volt. Nagyon fontosan, nagyon durván reagál benne, meg reflektál benne a posztraumás stresszre, a veteránokra, a nácikra, stb. Nem,
nem ilyen bűntudatkeltő jelleggel, mint hogy legtöbb modern könyv megírás szokott, hanem itt tényleg felhívja a figyelmet arra, hogy ezek komoly dolgok. A poszttraumás stressz is, a veteránokkal való nem foglalkozás, minden egyéb. És ami a legfontosabb, itt ismeri meg Rachel Faukét, aki ugye a legfontosabb nő Harry életében. És a Vörös Beggyel kezdődik el igazából úgy a Harry Huli sorozat, hogy innentől fogva viszont szerintem nem lehet nem szeretni, és nem lehet nem imádni. Aztán jön az általam előbb ugye fordulópontnak mondott Nemesis, ami viszont tényleg az, hogy na, itt óriás minőségi ugrás van az írásban. Nem biztos, hogy meg tudnám normálisan fogalmazni, hogy az minőségi ugrás micsoda, de az igen, hogy itt a sztori egyébként eltér a korábbiaktól, van benne valami plusz, ami eddig nem volt, valahogy úgy teljesen másabb az egész, és ugye itt bankrablással indul, nem is tudjuk, hogy most itt igazából a gyilkosság része hogy van, hogy nincs. Pici spoiler, tehát ez a bankrablás rész, itt ugye egy nagyon brutális gyilkosság van, és ugye ennek a nagyon brutális gyilkosságnak az oka az, hogy ők is elkezdenek nyomozni ebbe az ügybe, és hát, hogy mondjam, brutál, tehát tényleg az az egész, hogy fordítja át az egyszerű bankrablás a sztorit, egy tipikus spoiler vége, tipikus UNESCO krimivé, amiből lesz egy kurva jó Harry Huli kötet. És ugye itt megint az egymásra épülése a dolgoknak, a rétegzése, az apróságok, az olyan dolgok, amit egyébként biztos nem vennél észre, de egy filmben sem biztos, hogy tudna nagyon jól működni, és hát tényleg ilyen mindegy, tehát hogy az a baj, hogy nem tudom ezt normálisan megfogalmazni, hebegni, habogni tudnék még 5-10 percig, mint valami félhülye. Ez UNESCO, és a Harry Huli sorozat. Persze igen, ez egy ilyen megúszós szöveg, meg ez egy ilyen megúszós duma, de egyszer nem tudok rá mást mondani, ilyen megoldásokat azért nagyon-nagyon ritkán találni bárhol máshol, viszont nála elég gyakran. És ugye itt a Nemesisnél tovább folytatódik az egész Tom Waller szál, talán itt a leginkább sodró lendületű a cselekmény, talán itt van a leginkább az, hogy ugye, hogy nagyon jó felgördítik ezeket a különböző szálakat. Itt ismerünk meg még egy fontos főszereplőt, aki aztán később nagyon-nagyon sokáig az egyik ilyen B-ember lesz majd mellette. Tehát, hogy mindig van, hogy ugye elvesz valakit, mint az előző kötetben elvette XY-t, itt most ad helyette valakit, aki egy hasonló, de mégis teljesen más karakter, de ő is nagyon fontos lesz, és az a helyzet, hogy itt van az, hogy először rájöttem arra, hogy lehet, hogy el kell kezdeni aggódni a karakterekért, ugyanis sosem lehet tudni, hogy ki meddig van velünk. Na most, a Nemesis és az említett minőségi ugrás nagyon jól megágy az a következő kötetnek, ami nem más, hoppá, mint a boszorkányszög, ami egy picit másnak tűnik a Harry Huli sorozaton belül, ugyanis itt eltűnik egy nő, őt kéne megkeresni, csak egy újat találnak, meg mit tudom én, nem is emlékszem már pontosan, hogy hogy van, egy picit puskázok is hozzá. Tehát eltűnik egy nő, őt kellene megkeresniük, és aztán az van, hogy irgalmatlan hőség van, hát közben Harrynak ezer minden más baja van, itt már az a karakter végképp kezd szétcsúszni, itt már bonyolódik neki minden, a szerelmi szála, a magánélete, tényleg itt már minden kezd a feje tetejére állni, apró spoiler, itt van ugye az, hogy az előbb említett Tom Waller szál is kezd kicsúcsosodni, és egyre problémásabbá válni, spoiler vége, illetve hát ugye, mint mondtam, a szerelmi élete is problémás, ami ugye nagyon rányomja a bélyegét az egészre. Kicsit okkultista beütésű a sztori, ugye ez az egész eltűnéses, de gyilkosságos, de ilyen nagyon-nagyon, hogy mondjam, nagyon ilyen amerikás, de mégis azért érezhetően megmarad skandinávnak, meg érezhetően megmarad ugye ez a jó értelemben véve Norvégnak a dolog. Nagyon sok kicsi, apró mellékszereplő van, aki széttördeli, meg megtöri a figyelmet, és bizonyos pontokon mindenki gyanús lesz legalább egyszer, de azért itt volt először olyan, hogy nagyjából sejteni lehetett, hogy mi lesz hogy ki lesz a ludas, inkább azt mondom, mert nem kezdek el jelzőket mondani, mert az is spoiler lenne, ki lesz a ludas, viszont itt volt először az, és ez már ugye az ötödik kötet,
ahol a megoldásnál mondtam azt, hogy na jó, figyelj ide, Hári Huli, menjél a picsába. A megoldás, tehát hogy a csattanó az jó, még annak is egy icipicit talán kiszámítható, de maga a megoldás, arra mondtam, hogy na jó, figyelj, ez nem volt jó. Itt először éreztem azt, hogy van ugyan egy pici negatívum, viszont nem torpantam meg, és rögtön ráugrottam a következő kötetre, a hatodik kötetre, és itt lesz ebben a videóban, ez lesz az utolsó, amiről beszélünk. Ez pedig a Megváltó című kötet, ami egy baromi különleges sztori olyan karakterekkel, akik még kötetekkel később is nagyon fontosak lesznek Harrynak, meg ugye mindenki másnak is. Ismét egy nagyon fontos problémára reflektál, ami társadalmilag is, meg minden egyéb szempontból is jelenleg nagyon fókuszban van, ugye ez a nemi erőszak ügyek, de ez még ugye jóval a MeToo előtt íródott. Kíváncsi is vagyok, hogy mikor az eredeti kiadás, mert gyorsan megnézem. 2005-ös. Na most azért akkor még vastagon a MeToo előtt vagyunk, majdnem 10 évvel is. Érdekes, hogy milyen társadalmi problémákra próbálja meg felhívni a figyelmet, akár direkte, akár kevésbé direkte, akár nagyon direkt módon. És itt a Megváltóban nem is tudjuk, hogy ez a szál igazából főszál-e, nem, mennyire fontos, mennyire hangsúlyos, de az egészen biztos, hogy van benne olyan jelenet több is, ami miatt ez nagyon meg fog az emberbe ragadni, és tudja, hogy fú, ez akár később is fontos lehet. Ugye az egyetlen olyan sztori a sorozatban, ahol az elejétől fogva egyértelmű, hogy ki a gyilkos. Kicsit ilyen kalambós jellegű a dolog majdnem, viszont így is van annyi rejtély, amit meg kell oldani, meg amit ki kell találni, meg amire oda kell figyelni, hogy nagyon-nagyon izgalmas végig, és abszolút nem mondja azt az ember, hogy jó, oké, rendben, érted, hát de most így akkor mi lesz a rejtély? Rejtély? Hát az van bőven. Olyan jelentek vannak benne, olyan dolgok vannak benne, ami teljesen hihetetlen. Vannak szálak, egy picit itt megint spoileres leszek, hogy egészen elborzasztó dolgok vannak benne, főleg akkor, amikor a Balkánon vagyunk ugye a másik helyszínen, úgymond, főleg a visszaemlékezésekben egész gyomorforgató dolgok is vannak, meg nagyon kemény meglepetések, plusz ugye itt megint el fogunk veszteni egy főszereplőt, nagyon kegyetlenül, az komolyan mondom, lelkileg megviselős volt, de tényleg, és itt volt az, hogy először elkezdtem gondolkodni rajta, hogy végig akarom én olvasni ezt a sorozatot? De hát nyilván igen. Spoiler vége. Ugye rengeteg hatalmi játszma van benne, rengeteg politikai reflektáció van benne, talán ebben van a legtöbb. Az üdvhadseregen keresztül bonyolódik a sztori, mert úgy kezdődik, az üdvhadseregnek az egyik fő emberét lelövik egy karácsonyi vásáron. Ez az alapsztori. Minden indul ki az egész. Ugye itt jelenik meg Martin Elkoff, aki nagyon-nagyon fontos karakter lesz szintén kötetekig, sokáig, és megágyaz bizonyos dolgoknak, sőt, itt sokáig azt is hittem egyébként, hogy Martin Elkoff lesz a következő Raquel Fauke, de nem ennyire egyszerűek a dolgok, ugye, mert Jünezvő egy szemétláda a szó legjobb értelmében, ha van neki ilyen, ugyanis iszonyatosan tele tudja zsúfolni olyan dolgokkal a karaktereket, ami miatt egyszerűen az ember baromira tudja imádni, akkor is, hogyha egyébként egy szemétláda, mint ugye Harry Huli sem egy pozitív karakter igazából, mert egy narcisztikus szociopata, alkoholista, kábítószerfüggő, stb. Mindenkit szétzsarol érzelmileg, megbízhatatlan, bármikor szétcsúszhat. Viszont a Megváltóba kezd eljutni egy olyan pontra, ami amúgy a Hóember filmnek az egyik nagy hibája, de ezt majd abban a videóban elmondom, hogy akkoriban éppen tiszta korszakát kellett volna élni, csak ugye az nem izgalmas a filmbe. És ugye itt pont a Megváltóbeli események azok, amik nagyon fontosak a karakter életében, és itt megint van egy olyan pont, ami után majd egy picit váltás következik az írói stílusba, mint hogy három kötetenként próbálna megújulni Nesbo, megújulni, ugye? Nesbü, Harry Huli, Nesbju, izért, csup, tehát Joe Nesbo, ugye, hogy egyszerűsítsük. Itt már érezhető a megújulásnak az előszelet, de amúgy majd a Hóembernél kezd el kikistályosodni, igen, és aztán majd a nyolcadik kötettől lesz egy ilyen. De ami fontos, hogy a Megváltóban nekem azt tetszett nagyon, hogy ez egy tök más típusú sztori, mint a sorozat többi része, de valahogy nekem az első hatból talán ez a kedvenc, annak ellenére, hogy mint mondtam, a Vörösbegynek a sztoria sokkal jobb. Na most, hát igen, azért elég sokáig tartott elmondani ezt a hat kötetet, és mégis nagyon sok gondolatot nem mondtam el velük kapcsolatban, amit nagyon szerettem volna.
Viszont aztán kijött, hogy egyszerűen képtelen vagyok nem rajongani ezt a sorozatot, meg ezt az embert, ugye azért, ahogy ír, meg amit ír, meg tényleg egy elképesztő, csodálatos baromállat, akinek teljesen rá tudsz függeni a könyveire. Volt, hogy már állva, sétálva olvastam, mert be akartam fejezni, de tudtam, hogy reggel 4:30-kor meg csörög a vekker, és már egy óra van, de nem baj, még olvassunk, még már csak 50 oldal, és de kell, olyan, mint a kábítószer, rettenetes. Na most, ha idáig megnézted a videót, akkor valószínűleg vagy nagyon érdekelt a Harry Hood-i sorozat, vagy már olvastad te is, vagy el szeretnéd olvasni. A spoilerek miatt sorry, de ezeket muszáj volt megemlítenem, a második hatosban majd igyekszem még ennél is kevésbé spoileres lenni. Na most, kíváncsi vagyok, hogy neked vagy nektek az első hatból melyik volt a kedvencetek. Esetleg melyik volt az a pont, ahol azt látok, hogy ez nem a ti sorozatotok, és nem akarjátok elolvasni, mert ez innen inkább titeket hidegen hagy. Azért vagyok rá nagyon kíváncsi, mert szerintem ez kicsit olyan az a sorozat, mint az X-akták, hogy az elején megtörténik a sok kis apróság, meg a pici ügyek, meg stb. És innentől fogva amúgy, a hóemberrel kezdve, olyan, mint hogy egy nagy sztori lenne már. Tehát, hogy így annyira össze fognak érni a szálak, meg stb. Ez egy kis előzetes volt. Ezért szedtem két felé a sorozatot. Tehát még egyszer. Írjátok le, hogy nektek melyik kötet volt a kedvencetek, melyiket szeretétek kevésbé az első hatból, ki a kedvenc karakter, de próbáljátok meg úgy írni karakterekről, hogy ne áruljátok el, hogy mi lesz velük, hogy aki még nem olvasta, azt se tudjon belefutni olyan spoilerbe, ami esetleg tönkretenné a szórakozását. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, ha tetszett, akkor tetszik gomb, iratkozzatok fel kis csengőikonnal, csatornatagságot is ajánlom, hogy hamarabb tudjátok megnézni a videókat, lehet, mire ez a videó fölkerül, mert lehet ott a következő hatosnak is a videója. A leírásban megtalálható módokon pedig tudjátok támogatni is a csatornát. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Sziasztok!